Ugye tegnap nyilvánossá vált az a térkép, amely a koronavírus fertőzöttek számának megyénkénti megoszlását mutatja be. A legtöbb beteget a fővárosban azonosították be. Most jöjjön egy rövid összefoglaló, aztán Balaton Pétert, a Magyar Kórházak és Rendelőintézetek Szövetségének titkárát kapcsoljuk. Budapesten van a legtöbb regisztrált koronavírusos beteg, összesen 232, ami az esetek több mint 44%-a. Ez abból a térképből derül ki, amit az operatív törzs hozott nyilvánosságra a fertőzések területi eloszlásáról. A megyék közül Pest megye a leginkább érintett 98 esettel. Utána következik Győr-Moson, Sopron, Szabolcs-Szatmár-Bereg, valamint Baranya megye 26, 25 és 19 esettel. A legkevesebb fertőzöttet Heves és Békés megyében azonos ott 3-3 beteget regisztráltak. Most kapcsoljuk Balaton Pétert, a Magyar Kórházak és Rendelőintézetek Szövetségének főtitkárát. Jó reggelt kívánunk! Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Kezdjük a kórházakkal. Ugye egyébként itt a megyei eloszláson láthattunk egy összefoglalót, szerintem ön is hallhatta. Hát ebből azért jól látszik, hogy valószínűleg hol a legleterheltebbek. No, de továbbra is óriási gondot okoznak a kórházaknak az újra termelődő adósságok, legalábbis ez jelent meg a hírekben, nem csak a kórházakat, hanem a beszállítókat is sújtja nyilván. Ugye március közepén szinte minden tavalyi évre vonatkozó adósságokat rendezték a beszállítók felé. Ez sem ment egyszerűen, de aztán végül kifizette a kormány. Mitől termelődött ez újra, vagy mi okozza ezt? A legnagyobb problémát az jelenti, hogy nagyon helyesen a kórházakat a koronavírus elleni küzdelemre hangolják át. Ebből kifolyólag csak a halaszthatatlan beavatkozásokat végzik el, és bizonyos osztályokat teljesen kiürítettek. Ebből kifolyólag a kórházaknak a gazdasági teljesítménye nagyon lecsökkent. Van olyan kórház, amely akkor a finanszírozás sem termel meg, ami a bérekre és a bérjárulékra elegendő. Ezt egy picit megmagyarázna a nézőknek? Tehát ugye a járvány miatt, hogyha én jól értem, akkor elmarad egy csomó műtét, vagy egyéb beavatkozás. Ugye ez ellentmondásosnak tűnhet laikus szemmel, de ez is terhet ró a kórházakra az, hogy elmaradnak ezek a műtétek, mégpedig anyagi terhet. Miért is? Hát, ugyanis a finanszírozás az a teljesítménnyel arányos. Ha lecsökken a teljesítmény, akkor lecsökken a bevétel. Minden kórháznak van egy teljesítményvolumene, amit kihasználhat, és ebből kellene fedeznie a működését, illetőleg a gyógyítással kapcsolatos költségeket. Ezt a teljesítményt nem tudja, a volument nem tudja kihasználni. Egy példát mondja. Például jelentős bevételt jelentett a kórházaknak, a krónikus osztályoknak a működtetése, ahol olyan páciensek, olyan betegek is el lettek helyezve, akiknek az ott létéért a család vagy maga a beteg fizetett. Tehát ezek a bevételek sincsenek meg. Ezáltal a beszállítók kifizetése természetesen háttérbe szorul, mert először az ott dolgozó, frontvonalban dolgozó orvosokat, ápolókat kell kifizetni. Az kerülhet veszélybe, bocsánat? Az ő fizetésük kerülhet veszélybe? Jelenleg nincs veszélyben, de viszont a beszállítók kifizetése abszolút veszélyben van. És azok után, ami az elmúlt év végén történt a beszállítók és a kormány között, tulajdonképpen az egy nagyon rossz alaphangot adott ahhoz, hogy a beszállítók erejük megfeszítésével és anyagi eszközeik megfeszítésével tulajdonképpen a kórházak ellátásáról anyag, eszköz, fertőtlenítőszer, stb. Ellátásáról, vételi rendszerek ellátásáról gondoskodni tudjanak. Tehát itt az lenne a lényeg, hogy végre felfogja az egészségügyi vezetés, hogy a beszállítókat harcoskástársként kell kezelni, nem ellenségként. Hát ugye ez a struktúra átalakítás, vagy a struktúra váltás, amiről korábban szó volt és meg volt ígérve, ez minden bizonnyal elmarad. Erről Gulyás Gergely beszélt is egy kormányinfón, mert ő azt mondta, hogy ezt a pénzt, amit erre szántak, most a járvány elleni harcra kell fordítani. Ráadásul lehet egy olyan hosszú távú következmény, hogy ezek a betegek, hogyha vége van a járványnak, akkor hát csúnya szóval éve egyszerre rárobbannak az ellátórendszerre ők is. Ezeket a műtéteket egyszer csak pótolni kell. Betegségcsoportokról van szó, szóval csak a nagyokat említeném, onkológiai betegek, ér- és szívvel kapcsolatos problémák, anyagcserebetegségek, ezeknek a betegek, nek eleve az adottságai a koronavírus járvány kapcsolata, mint kiderült, rosszabbak. És pont ezeknek az ellátása halasztódik azért, hogyha a járvány olyan pozícióba, olyan nagyságrendűvé válik,
hogy a járvány elleni küzdelmet lehessen elvégezni. Valóban ezek tömegesen fognak az ellátórendszerre, ami lelgyengülve a koronavírus járvány után lecsapódni. Még egy példát hagyd mondjak. A magyar egészségügynek egyetlen egy exportorientált európai szinten is jelentős területe van, ez pedig a fogászati ellátás. Kevesen beszélnek arról, hogy jelenleg március 16-a óta, miután az EMI tiltó rendelete nagyon helyesen megjelent a fogászati ellátással kapcsolatban, kb. 20 ezer ember, orvos, fogtechnikus, szakdolgozó, recepciós és röntgenes nem dolgozik. Miért nem? Nem dolgozik, mert nem dolgozhat egyfelől, másrészt pedig az idegenforgalom nem hozza be a pácienseket. Uh-huh. Aki és dolgozik és dolgozhat, van-e védőfelszerelésük például, mármint a fogorvosoknak? A fogorvosoknak a védőfelszerelése csak a legélesebb frontvonalban van, tulajdonképpen kerületi vagy járási szinten a maszkon kívül, illetőleg azon kívül, hogy miket nem végezhetnek, nincs. A kórházak rendelőintézetek számára van-e védőfelszerelés? Ugye ezt azért kérdezem, mert múlt hétfőn, ha jól emlékszem, ugye akkor volt, azt mondta Orbán Viktor, hogy holnaptól, vagyis kettől, minden intenzív ágy mellett dolgozó orvos és egészségügyi szakdolgozó kap egy speciális maszkot, meg hát a koronavírus gyanús betegek is. Ez így történt, megtörtént-e? Eltelt azóta már egy hét. Információim szerint a kórházak körülbelül egy hétre alkalmas védőfelszereléssel rendelkeznek, tehát hogy ha csúcsra járatódna a járvány. Természetesen én úgy gondolom, hogy ezeknek a további feltöltése lehetséges, hisz rengeteg anyag jön be az országba. Az a más laptól tartozik, hogy ezt ha januári áron szerzik be, egészen más, mint ha beszerzik április elsőjei, vagy április elejei áron. És ez a kórházakat szintén terheli. Tehát lényegesen többért tudják beszerezni azokat az eszközöket, amit januárban már beszerezhettek volna, hogyha a nagy adósságállomány nem terheli őket. Balaton Péter, köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre állt. Én is köszönöm szépen, viszontlátásra.